Az aranypiacán a második komoly korrekciónak vagyunk tanúi. Egyre több befektető gondolkodik el azon, hogy vajon hol lehet az a minimális ár a befektetési aranynál, ameddig egy ilyen korrekció során le tud menni az árfolyam. Nagyon nehéz ennek az árnak a meghatározása, de a részvény vagy egyéb spekulatív piacok áralakulásához képest mégis van egy jelentős különbség. Az arany esetében figyelembe kell vennünk a kitermelési költségeket, amelyek mindenféleképpen egy végső árstoppot jelenthetnek, és megállítják az ilyen erőteljes ár eséseknél az árfolyam zuhanását. Hol lehet ez a minimális ár? A 2011. szeptember és decemberre során bekövetkezett árásés kapcsán 1500 dolláros árszintig ment vissza az aranyára. Mind a két esetben ez az árszint környéke megfogta az áresést, tehát elméletileg ez egy nagyon jó szint. A vásárlási elképzeléseinket érdemes erre a szintre optimalizálni. A kitermelési ár kalkuláció alapján pedig egy 1200 dolláros árszínvonal tűnik egy végső árszintnek, amely megfogná az aranynak az áresését. Mindenféleképpen javaslom, hogy kérjenek szakértőtől tanácsot a vásárlás előtt, arra vonatkozólag, hogy milyen cégnél és milyen minőségű aranyat érdemes vásárolni, hiszen ez is nagyon fontos szempont a vásárlási döntésnél.